A Schwab-ház Székely-Szabar központjában található. A helyi német önkormányzat 3,6 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, mely a korra jellemző hosszú ház, nagy kapu bejáróval, az utcai részén több szobával. A kor szokásainak megfelelően a gazdasági épületek a lakóterület meghosszabbításaként kaptak helyet. Az épület helyiségeiben igényesen kiállított bútorok, használati eszközök, ruhák a székely-szabari németség életét mutatják be. Március utolsó hétvégére az interaktív kiállítás és a tanösvény is elkészült. Az átadón Ritter Imre, a Magyar Országgyűlés német nemzetiségi képviselője mondott beszédet. Előzetés, elhurcolás, ez a két szó a magyarországi németségnek két szörnyű tragédiája, és az elmúlt 20 évnek a rendezvényeink, emléknapjaink jelentős része érthetően erről szólt, és erről meg is kell mindig emlékezzünk a jövőben is, és nagyon fontos, hogy erről mindenki tudjon. Mégis én nagyon örültem annak, hogy idén januárban Bonyhádon a kormányzati megemlékezés után mindjárt kocsival mentünk föl Budapestre, és Sashalmon a magyarországi németség 1000 éves történetét bemutató hadstációból álló nagy kiállításnak az első stációja került felszentelésre és felállításra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak és ne döntően a tragédiáinkról beszéljünk, hanem arról, hogy a magyarországi németség nem is a 300 évben, hanem az elmúlt 1000 évben mit adott Magyarországnak, a mindenkori Magyarországnak, a magyaroknak és Magyarországnak, milyen fontos szerepet játszott a magyarországi németség Magyarország történetében. Nagyon fontos, hogy ezt megismerjék az emberek, megismerjék a gyerekeink, unokáink is, hogy van kikre büszkék legyünk, van kikre emlékezzünk, és hogy van kikhez méltók legyünk. Ezért örültem annak is, hogy most ezen a tájház avatón, már nem tudom, hanyadik avatóján, mert mindig bővül, itt lehetünk, ahol egy közösségnek adunk otthont, egy összetartó közösségnek, mi csak a pénzt és a lehetőséget tudjuk biztosítani, de a munka az mindig itt marad. Azt mindig itt kell beletenni, és ahhoz mindig kell nagyon sok ember, aki összefog, aki ezt megcsinálja, mert én tudom erről az oldalról is, hiszen Budaörsön tettem eleget ezért, hogy mit jelent ezeket a pályázatokat megcsinálni, elszámolni, a munkát minden szempontból megszervezni, az embereket összehozni, a nehézségek közben kitartani, és ehhez mindig kell egy közösség, amelyik ezt meg tudja csinálni. A Schwab-ház interaktív kiállítással várja az érdeklődőket, valamint az udvaron létesített tanösvény fontos ismeretanyagot kínál az idelátogatóknak.